a péntek este ma... Margójára címmel. Önné a szó, képviselő úr. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt államtitkár úr, tisztelt képviselőtársaim! Jó magam sportszerető, labdarúgás szerető emberként azt gondoltam, hogy a enyári július 25-éhez képest már sokkal rosszabb nem történhet. Ekkor az utolsó klubcsapatunk is kiesett a nemzetközi kupákból, tehát már az augusztus sem sikerült megélniük, nemhogy a csoportkört. Azonban a pénteken elszenvedett 8-1-es veresség azért túlmutat a sportági kérdéseken. Sok politikus meg is nyilatkozott ebben az időszakban, meg lehet, hogy Orbán Viktor inkább a főzéssel törődött másnap, pedig előszeretettel mutatkozott egy-egy pozitívabb eredmény után különböző sportkérdésekben. Nem gondolja ennek a fényében, hogy ezt a 3,5 évet minimum végig kéne gondolni, amit önök elkövettek, sok minden másban is persze, de kifejezetten a sport tekintetében. Nem gondolja-e, hogy újra kellene gondolni azt a gyakorlatot, amely 10 milliárdokat költ stadionberuházásokra? Kifejezetten olyan stadionokra gondolok itt, ahol hát fideszes pártvezetők érdekeltek, szurkolók, támogatók, vagy éppen klubvezetők, gondolhatunk itt Kósa Lajos, Kubatov Gábor, vagy akár Orbán Viktor kedvenc csapatára. Ennek az egész torz eredménynek a tükrében nem gondolja-e, hogy mégis abszurd az, hogy egy 1800 lelkes település Felcsút 3,5 milliárdért kap állami támogatással egy stadion, úgyhogy ez az összeg az első éves TAO támogatásokból több, mint a 4 látványcsapat sportág összes támogatása a labdarúgáson kívül, és a MOB támogatása összesen. Nem gondolja, hogy probléma az, hogy egy ilyen helyzetben megy a felelős keresés, az egymásra mutogatás, hogy egyébként a jogszabályi háttér sem teljesen tiszta, hiszen a MOB alá rendelt tulajdonképpen az egycsatornás rendszerben az MLS mégis itt egy keszekusza háttérrel egyben, tragikus mondjuk úgy a háttere is az egész sportágnak. És azt tudom mondani önnek, hogy nyilván ez a helyzet elkeserítő. Azt lehet mondani, 3,5 év alatt optikai tuning történt csak a magyar labdarúgásban, érdemben a motort, az alapokat nem sikerült megújítani. Mikor kezdik el végre ezt a fajta építkezést a látványvilágások? Köszönöm, képviselő úr, jelentősen túllépve az időkeretet, tisztelt országgyűlés, válaszadásra megadom a szót Simicskó István államtitkár úrnak. Igen, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő úr,